Először a Besenyei téren álló Váci Mihály szobornál helyezték el az emlékezés virágait, majd az ünnepség a költő emléktáblájánál folytatódott. A közérthetőség volt számára a legfontosabb, így jellemezte Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója, az intézmény névadójának életművét. Váci Mihály halálának 53. évfordulóján szerveztek megemlékezéseket Nyíregyházán. És éppen ez, a közérthetőség volt a számára a legfontosabb. Azt fogalmazta meg, amit köztudatban vinni kötelességnek tartott, és mindig úgy, ahogy olvasva is, hallva is világos legyen, mit közöl, és miért akarja közölni közlendői a költő. Baracsi Endre, a Vármegyei Értéktár elnöke azt mondta, Váci Mihály öröksége a mai napig megkerülhetetlen része a Vármegye irodalmi életének. Váci Mihály költészete Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében nagyon fontos, és pont ezért szerettük volna kihangsúlyozni a Vármegyei Értéktárba való bekerülését is, hiszen egy szimbolikus 150. értékként került be, és ezzel is üzenni szerettünk volna természetesen, hogy azért az a költői hagyaték, amelyet ő itt hagyott, és amely nagyban befolyásolt, én úgy gondolom, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyének a költészetét is, irodalmi életét is, és a mai napig valóban nyomot hagy. Nekünk ezt az örökséget mindenképpen méltó helyen kell kezelni, és azért az látszik, hogy itt azért Nyíregyháza megyei jogú város is odafigyel. Stig Gyula, Váci Mihály fogadott gyermeke és egyben a Váci Mihály Társaság elnöke felidézte a költő utolsó napjait. Stig Gyula úgy emlékezett, a költő hónapokig készült az 1970-es Vietnámba tett fizikailag megterhelő utazásra, amely számára végül tragikus következményekkel járt, mivel a repülőgép landolása után nem sokkal az orvosok már nem tudták megmenteni. Váci Mihályt Hanoiban agyvérzés érte. Ahogy leszálltak már a repülőgéppel, már akkor probléma volt, mert itt olyan tavaszias idő volt már akkor április elején. Moszkvában, amikor leszálltak, ott még dühöngtek a minuszok. Már a hőmérséklet különbség is, a betegség amúgy is gyenge szervezetét nagyon megviselte, de amikor Hanoiba leszálltak, akkor meg ott az a plusz 20 fok, tehát ez a 40 fokos, 50 fokos időjárás különbség, na az meg végképp szőnyegre tette, és onnantól kezdve ott már beindult a probléma. Stig Gyula azt is elmondta, a Váci Mihály Társaság nem csak a múltra emlékezik, de a jövőt illető terveken is dolgozik. 2024-ben lesz Váci Mihály születésének 100. évfordulója, amelyet szeretnének Nyíregyházán innen és túl méltó módon ünnepelni.